A Jászberényi rendőrkapitányság Jászapáti rendőrőrs két körzeti megbízottja Rácz Ferenc rendőr és Nagy Krisztián rendőr főtörzsörmester Jászapáti belterületi járőröztek, amikor egy busz megállóból állampolgári segítséget kértek tőlük, mert ott egy férfi összeesett és eszméletét vesztette. A körzeti megbízottak észlelték, hogy az idős férfi nem lélegzik és nincs pulzusa, ezért azonnal melkas kompressziót alkalmazva megkezdték újraélesztését, valamint szabaddá tették légútjait. A helyszíre érkező mentőszolgálat munkatársai stabilizálták a férfi állapotát, majd kórházba szállították.